Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Kispálya című műsorunk immár harmadik évadát kezdi a Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság eseményeinek tálalásával. Az első osztályban idén is 14 csapat vette fel a küzdelmet a bajnoki pontokért. Az 1B-ből, vagyis a második vonalból a Fehér Víz, a Track Trailer Köfém 2, a Jó Rádió és a Dekkebau csapatai szereztek jogot a legjobbak táborában való szereplésre. Az első fordulóban pikáns mérkőzésnek ígérkezett a testvércsapatok csatája, a Klub Feca és az Old Boys találkozója. A 2003-2004-es bajnokság első fordulójában majdhogy nem házi rangadón választottunk közvetítésünk tárgyául, hiszen a Klub Feca és az Old Boys csapatai csapnak össze. Igen, érdekes szituáció alakult ki, hiszen a Szépházak 94 ingatlan iroda, vagyis a bajnokcsapat megszűnésével a Klub Feca befogadta a szabadon maradt játékosokat, és így ezáltal egy bajnokságra esélyes ütőképes gárdát kovácsoltak össze. Az Old Boys együttese pedig új csapatként indult az idei bajnokságban, mármint úgy új csapatként, hogy a Klub Feca korábbi kiegészítő emberei alkotják ezt az együttest. Fehér mezben tehát az Old Boys, kék nadrágban, pirosban pedig a Klub Feca, jobbról balra támad a képernyőn. Ismerhetik egymást tehát a játékosok mindkét oldalon. Nézzük a két csapat összeállítását. A Klub Feca kapujában Reverand Zoltán, mezőnyben 5-össel Máj Norbert, 4-essel Búka Csaba, 2-essel Kellner Zsolt, 16-ossal Molnár Gábor és 19-essel Vajda Gusztáv. Nos, közülük Reveland és Vajda szerepeltek az elmúlt bajnokságban, a bajnokcsapatban, vagyis a Szépházakban. A többi futballista pedig Klub Feca tagok voltak az elmúlt kiírásban is. A másik oldalon a kapuban Lukács László, mezőnyben pedig előtte 10-es számmal Fodor Tamás, 8-assal Gelencsér Péter, 2-essel Tújner Viktor, 9-essel Hajnal Imre és 5-össel Juhász Károly. E6-osból Tújner Viktor az a játékos, aki az elmúlt bajnokságban a Szépházak együttesét erősítette. Máj, Kellner, Molnár. Máj Norbert húzza meg a jobb oldalon, aztán lövésre vállalkozik, és Tújner Viktor nem is 2-es számmal, hanem 11-essel játszik. Ő lépett bele a lövésbe. Fodor fejelte ki. Reveland, Kellner, a Klub Feca csapatának kispadján Máriási Zsolt, Husz Károly és Béres Zoltán ücsörögnek. Máriási és Béres civil ruhában tehát nem lépnek pályára a mai találkozón. Husz Károly bevetésre kész. A másik oldalon pedig Halmádi Ferenc és Rikli Csaba szemlélik az eseményeket a kispadról. Máj, Molnár tette tovább, Vajda Gusztáv, Búkának gurítja vissza. Máj, Molnár, Tújnernek kioszt egy kötényt, de túl sokra nem megy vele a bordómezes játékos, hiszen messze pattant a labda. Már az 5. percben járunk, egyelőre gól nélkül, és különösebb gólhelyzet sem alakult ki. Sem egyik, sem pedig másik oldalon. Hajnal! Egy csel után visszatette a labdát Gerencsérnek, Fodor.
Egy távoli lövés, majdnem a felező vonaltól. A labda azonban egy fél méterrel a kapu mellett hagyta a játékteret. Máj. Vajda. Nagy csatában Gelencsérrel, aztán Juhász Károly is odaér. Máj Norberthez kerül egészen hátra a labda a Feca tér felére. Molnár indítása pedig pontatlan. Egy picit hosszú volt Vajdának. Aki mozdult ugyan a labdára, de megindulni nem szándékozott. Gelencsér, Molnár lépett bele a lövésbe. Tujner. Máj Norbert kísérte. Lukács kapusé a labda. Megvárta, még Vajda odaér, és elegáns mozdulattal gurította tovább a labdát. Hajnal, fölé. Kissé bosszús Hajnal Imre. Egy kimaradt helyzet láttán. De hát csak is magát okolhatja. Tujner. Hajnal. Előre vágja. Revelant fogja biztos kézzel. Máj. Molnár. Vajda üggyel bajal, de tartotta a labdát. Bóka. Máj. Molnár. Kellner. Bóka. Vajda. A Szépházak 94 ingatlaniroda a 2002-2003-as bajnokságot igen impozáns teljesítménnyel veretlenül nyerte. 26 mérkőzésből 24 győzelem és 2 döntetlen volt a mérleg, 110 rúgott és 35 kapott gól, 74 pont összesen. A klub Feca pedig a negyedik helyen végzett holtversenyben a MÁV gépészettel. 26 mérkőzésből 13 győzelem, 2 döntetlen és 11 vereség, 88-80-as gólarányjal, 41 ponttal. És ezután, a negyedik hely után úgy gondolták Fecáék, hogy megpróbálkoznak most már a bajnoki címmel, és ezért komoly erősítéseket hajtottak végre. Óriási lehetőség a klub Feca előtt. Lukács kapus feküdt, Bóka húzogatta a labdát, aztán visszatette középre, és Molnár Gábor nem tudta bepofozni a labdát a kapuba. Marad a 0-0, Bóka, Lukásnak kellett belepiszkálnia, újabb szöglet következik. A 8. percben járunk, és most már gólhelyzetet is láthattunk. Bóka. Hajnal szerette volna elérni. Juhász Károly határozott. Feca bedobás. Máj. Revelant kapusnak teszi hátra. Molnár. Vajdát lökték. Szabadrúgás a klub Feca javára. Kellner. Levágódik a sorfalról. Hajnal szabadított volna fel. A labda azonban plafont ért, ezért játékvezetői labdával folytatódik a játék. Tujner visszaadja sportszerűen a bordómezeseknek. Molnár. Vajda mozog keresztbe. Molnár. Szép volt a megmozdulás. A labda, a lövés azonban középre érkezett. Lukács védett. Vajda. Hajnal mellett, ezt is Lukás szedi fel. Bóka. Hajnal. Fodor. Máj sarkán pattant fel a labda. Dobhat az Old Boys. Tujner. Bóka állt a útját a lövésnek. Revelant, Kellner, Máj. Kint volt már a labda. Egy pici zavar
a Fecánál. Tuiner. Lukács. Előre vágja. Juhász Károly. Lökte a levegőben Mai Norbertet. Fordított ítélet. Ezek szerint Mai mászott rá Juhászra. Old Boys szabadrúgás következik. Kilenc méterre a kaputól. Hajnal Imre a labda mögött. Megurítja Tuinernek, Revelandnak kellett védenie. Szöglet. Gerencsér. Érkeznek a berobbanó emberek. Tuiner elől mentenek, de a labda Tuiner Viktor lábát érte utoljára. Ezért a piros mezesek lendülhetnek támadásba. Kellner. Vajdát kereste volna a labdájával. Vajdának azonban előbb helyet kellett volna ahhoz csinálnia. Bóka. Mai. Kellner rossz helyre. 11. perc, 0-0-ás mérkőzés állás. Lukács. Hajnal. Bóka. Kellner nem tudta megmenteni. Gelencsér mellé. Kecsegtető volt a szituáció. Gelencsér előtt üres terület nyílt. Pontatlan volt azonban a célzás. Revelant előre éveli, de túlságosan hosszú ez a labda. Tuiner. Juhász. Mai lépett közbe. Hajnal bedobása. Nem is rossz, de még mennyire nem. Tuiner Viktor fejelt a kapu bal oldalába. Némi meglepetésre vezet az Old Boys 1-0-ra a mérkőzés 13. percében. Hajnal bedobása Tuiner. Szép fejese. És ezzel egy gólos előny a fehér mezeseknél. Vajda. Tuiner. Kikíséri. Lukács. Tuiner. Kellner. Vajda. Kellner indul be, kapja is. Vajdával kényszerítőzött volna. Kellner. Vajda. Szép. Még mindig ő. Ballal lövi el, de összezártak előtte a védők. Bóka. Mai. Elengedi. Hiszen Juhász startolt már a labdára. Molnár. Vajda. Két ember érkezett rá. Tuiner és Fodor. Bóka a kezére pattant a labda, mehet tovább azonban a játék. Mai. Kellner. Molnár. Egymást zavarták picit. Juhász. Kellner, Bóka, Gelencsér ért oda és szerelt, pöccintette el a labdát. Kellner, Vajda, szépen fordul, de Tuinerről, Vajda, a kapu előtt keresztbe. Nem érkezett senki bent középen. Lehet, hogy Vajda Gusztáv ezt kapura szerette volna lőni, és egy picit lecsúszott a lábáról. Mindenesetre szépen fordult le őrzőjéről. Mai.
Újabb feca lehetőség, Máj Norbert elvállalja a lövést. Kapu mellé ment a labda. Rikli cserélt az Old Boys. Gelencsér helyére állt be Rikli Csaba. 12-es számmal játszik. Fodor. Rikli. Hajnal. Juhász kéri a labdát és kapja is. Máj. Feca bedobás. Kellner. Vajda. Ez szép labda. Bóka. Micsoda helyzet volt ez is. Bóka Csaba a kapu fölé. Lőtte, emelte a labdát. A 16. percben marad az 1-0-ás Old Boys vezetés. Az Iramra nem lehet panasz. Nem sokat foglalkoznak a játék lassításával a csapatok. Sőt, a feca le is támad. Fodor egy picit rossz helyre. Szögület lett a dologból. Kellner végzi el a sarokrúgást. Bóka érkezett. Jó ütemben, azonban nem találta a labdát. Molnár Gábor lövése pedig a kapu fölé száll. Vannak helyzetei jócskán a fecának is. Juhász Károly csúsztatta meg, Revelant könnyűszerrel húzta le a labdát és rögtön dobta is ki. Molnár. Máj indul be a túloldalon, nem volt rossz az elképzelés. Centiméterekkel ugyan, de hosszú volt Máj Norbertnek a passz. Kellner, Molnár, Vajda. Bevárja a társakat. Vajda. Kellner. Molnár. Máj. Erőteljes lövés. Kapu fölé. A feca játékosainak az irányzékkal van némi problémájuk. Bóka. Vajda tette tovább egyből, de csapattársára nem lelt. Molnár mellé. Szép volt. Háttalált Molnár a kapunak. Tujner. Máj. Bóka, ő is fejjel tette tovább. Kellner és Fodor csatája azt eredményezte, hogy az Old Boys indulhat. És Hajnal Imre, aki a 13. percben gólpasszt adott, most befejezőként jeleskedik. És ezzel már 2-0-ra vezet az Old Boys. A 18. percben Revelant kapus lábai között talált utat a hálóba a labda Hajnal lövését követően. Azt kell, hogy mondjam, nagyon nem is volt gólhelyzete a fehér kékeknek. De amikor lövéshez jutottak, vagy éppen veszélyeztethették a kaput, tulajdonképpen rendre betaláltak minden lehetőségből. Rikli. Bóka lépett közbe. Fodor most már. Egy lövőcsel, aztán most lövi el mellé. Molnár. Némi tanácstalanság a klub feca együttesében. Molnár. Bóka. Itt a Kellner elnézést. Bóka várta középen a labdát. Lukács kirúgása
Bóka fejelte vissza. Ridley. Nincs középen játékos. Hajnal. Gerencsér. Fodor, ez szép. Reveland is kijött a kapujából, kivetődött, elfeküdt. Fodor elhúzta mellette a labdát egy elegáns mozdulattal, és aztán ballal a kapuba gurította azt. 20. perc, 3-0-ra vezet az Old Boys. Fodor Tamás a gólszerző. A fehérmezesek kihasználták azt, hogy a Feca letámadott minden erejét, a gólszerzésre összpontosította, és remek kontraakcióból újabb gólt szerez az Old Boys. Husz Károly közben 14-es számmal a klub Fesze csapatában a pályán. Vajda hozta el a labdát Husz elől, aztán megindulnak ismét a kék-fehérek. Fodor lövését Revelanda most fogta. Bóka. Reveland Zoltán nem szokhatott hozzá a korábbi bajnokságban ahhoz, hogy ilyen rövid időn belül ennyiszer gólvonal mögé kelljen piszkálnia a labdáért, hiszen rendkívül kevés gólt kapott a Szépházak csapata Reveland portáskodása idején, szám szerint 35, de ezt már említettem a mérkőzés elején, egy bajnokság alatt. És most már alig telt el 22 perc, és már háromszor kényszerült kapitulálni Reveland kapus. Na és persze az előtte tartózkodó mezőny. Molnár. Vajda. Gelencsér lépett közbe. Nagy kedvel játszanak az Old Boys játékosai. Vajda. Bóka. Husz. Vajdáig eljut a labda. Hajnal fedezte a játékszert Vajda Gusztáv elől. Nagy kérdés az idei bajnokságra nézve, hogy okozhat-e anomáliát az, hogy tulajdonképpen e két együttes, majd hogy nem egy kézben van. Hajnal. Gelencsér, Rikli ugrott fel, hogy ezzel megzavarja a Reveland kapust, de a labda a kapu mellé pattogott. Molnár, Vajda, Tuiner, Juhász indul meg, Gelencsér, kint volt a labda, Máj, Vajda, egy távoli lövés, nem sokkal került el a jobb kapufát. Lukács László kirúgása egészen a másik kapuig, másik kapusig, Reveland Zoltán húzta le. Vajda. Máj. Szép volt a lövés, és a védés sem volt kutya. Lukács vetődött, és szögletre mentett. Máj. Reveland. Bóka.
Buka addig szöszmötölt a labdával, amíg a visszafelé igyekvő Ripley szerelte őt. Juhász lecsúszott a lábáról. És ez volt az első félidő utolsó momentuma. 3-0-ra vezette át az Old Boys 25 percnyi játék után. Old Boys vezetés a második félidőben. Pusz, Máj, Molnár, Kellner és Vajda a Klubfeca mezőnyében, a másik oldalon pedig Gelencsér, Fodor, Tujner, Ripley, Juhász, ötös a kapusok előtt. Tujner! Máj érkezett jó ütemben, Juhász elől mentett. Lukács. Máj félte vissza Vajda. Kellner bedobása. Husz Károly fejjel. Nem találta el jól a labdát. Irányzék sem volt túl jó. Ripley. Juhász. Vajda. Juhász Károly fejelte a magasba a labdát. Máj Norbert pedig szabálytalankodott. Akkor nem is Máj volt szabálytalan, hanem Husz Károly. Hiszen középről végezhet el szabadrúgást az Old Boys. Hátrébb kell még mennie a sorfalnak. Meg kell tartani a 3 méteres távolságot. Tujner. Megurította a labdát, Husz Károly pedig belevetődött a lövésbe. Fodor próbálkozott. Fodor bedobása. Molnár fejelte le, és ebből most Vajda indulhat. Vajda jobbal teszi be középre. Nem volt túl veszélyes. Tujner íveli előre. Husz Károly előzte meg Juhászt. Máj érdekes mozdulattal tette haza kapusának a labdát. Vajderről pedig Gelencsér fejeli ki. Máj. Revenantnak hátra. Husz. Kellner. Molnár. Máj. Molnár. Kellner. Járatják a labdát a piros mezesek. Ez szép megoldás volt. Tujner volt résen. Molnár. Tujner. Újabb játékvezetői labda következik. Lukács. Pontatlan volt. Husz, Ripley. Juhász várta a labdát a hatos vonalnál üresen. Dobhat a Feca. Kellner. Máj fejjel. Lukács fogja.
Tuiner. Juhász Károly felé. Újabb bedobás. Máj. Husz Károly. Juhász zavarja. Kellner. Vajda teljesen egyedül. Lukács kapussal és a kapuval szemben. Ballal lő, a labda pedig a felső lécet érintve hagyja el a játékteret. Marad a 3-0-ás Old Boys vezetés, akkor, amikor a 31. perc kezdődik meg. Lukács. Máj fejelte vissza. Rikli. Juhász tette volna át egyből. Gerencs éreli a labdát, nem sikerült neki. Vajda. Jó a csel, aztán középre gurít. A második hullámban nem érkeztek. Gelencsér, Juhász. Nem volt rossz a lövés, Reveland azonban hárít. És aztán labdát kell pótolni, hiszen fent maradt az első szinten a játékszer. Érkezik is a tartalék Laszti. És akkor az Old Boys hozhatja játékba a labdát. Mégpedig bedobással. Hajnal legurítja a labdát. Végül Fodor lövése pedig saját játékoson Rikli Csabán pattan meg. Kellner. Vajda. Fodor. Juhász. Máj kíséri, bent tartja. Kellner. Molnár leviszik a földre. Fodor volt szabálytalan. Máj hajnalról vágódik le. Dobhat a feca. Máj Norbert kezében a labda. Vajda elől Lukács paskolja ki. Hajnal szabadítana fel, de a pálya közepén, a ferező vonalnál újabb játékvezetői labda. Rikli adja vissza. Kellner. Lukács. Rikli felé. Máj piszkált közbe. Molnár. Máj. Szép! A lövés is, és Lukács védése is. Fodor. Rikli. Juhász. Reveland véd. Bóka. Molnár. Máj. Szép gól. Szépít a klubfeca. Máj Norbert nézte meg magának a sarkot, és laposan lőtte el a labdát. Ez megzavarta Lukácsot, nem ért le, és a kapufa mellett besurrant a labda a hálóba. A 34. percben 3-1-re alakítja az állást a feca. És egészen pontosan Máj Norbert. Kellner. Vajda. Bóka. Belelépnek a lövésébe. Máj Norbert bedobása. Lukács lép ki a kapujából és szedi le. Hajnal. Reveland. Vajda. Hajnal. Reveland jön ki messze a kapujából, és hatoson kívül fejjel tisztáz. Bóka. Máj. Molnár. Bóka.
Gyorsan járatják a labdát a Feca játékosai. Bóka időz egy picit. Vajda lő fordulásból. Lukács azonban a helyén volt. Tuiner. Bóka. Rövid a felszabadítás. Gelencsér cselezgetett, de könnyűszerrel szerelték. Máj. Lukács. Tapad hozzá a labda most. Szép lett volna a játék, talán hogyha Máj Norbert inkább Vajda Gusztávot választja a kapura lövés helyett. Bóka. Molnár. Vajda. Hajnal. Középre indult meg. Összezártak előtte. Bóka. Vajda. Tuiner. A visszafutó Vajda Gusztáv szerelte. Old Boys bedobás. Hajnal. És aztán elveszik a játékvezetők a labdát az Old Boys csapatától. Szabálytalan volt a bedobás. Máj. Megpattant a labda. Nem lehet mondani, hogy nyugodtak a kedélyek a pályán. Az Old Boys csapatában már saját játékos társak ordibálnak egymással. Pedig túl sok okuk nincs rá, hiszen 3-1-re vezetnek. Reveland. Molnár. Vajda. Kellner. Bóka. Hajnal szerelte. Aztán előre vágja a labdát. A 38. percben járunk. 3-1-re vezet az Old Boys a Klub Fece ellen. Gerencsér. Juhász. Tuiner. Fodor. Bóka szerzi meg. Molnár. Máj. Vajda. Masszívan védekezik most a fehérmezes csapat. Kezezést reklamálnak Hajnalnál, mert tovább a játék. Gelencsér mellé. Bóka. Máj. Kivezeti a labdát. Tuiner bedobása. Kellner. Fodor lábán pattant meg. Tuiner. Juhász. Elvállalja távolról, kapásból. Revelandnak kellett védenie. Gerencsér. Tuiner teszi tovább fejjel. Ez a labda pedig Reveland kapusé, aki Vajdát hozza játékba a kidobás után, majd Hajnal tisztáz. Molnár. Kellner. Újabb bedobás, de már nem a Feca hozhatja játékba a labdát, hanem az Old Boys. Némi kakaskodás. Kellner és Tuiner között egymásnak dobálták a labdát. Hajnal. Juhász mellé.
Bóka. Tuiner kemény belépője. Máj Norbert a szenvedő alanya. Azt hiszem nem lehet panasz, ezt már mondtam az iramra sem. A meccs sem túl finom. Kellner lövését az imént egyébként Lukács védte bravúrral. Bóka fejese pedig a kapu fölé száll. Egyre fogy az ideje a Fecának. Kevesebb mint 10 perc van hátra a rendes játékidőből, és 3-1-re vezet az Old Boys, az esélytelenebbnek vélt együttes. Bajda. Kellner. Tuiner. Molnár piszkált oda, aztán egy újabb húzavona. Most Tuiner Molnárral lakaszkodott össze. Klubfec a szabadrúgás következik, 9 méterre a kaputól. Egy picit bal oldalról. Bókának gurítják le, aki tol egyet rajta és lő. Nem sokkal került el a kaput a labda. Lukács ugyan biztosított, de nem kellett hozzáérnie a játékszerhez. Reveland. Tuiner halásza le, Juhász! Egy lépéssel lemaradt. Kellner. Vajda. Bóka fordul rá, de nem eléggé, picit magasra szállt a labda. Lukács. Máj szabadított fel, Tuiner, Gerencsér, Reverand végül, Molnár, Juhász. Juhász még, sokat cipelte a labdát, Máj Norbert végül odaért, Vajda, Molnár. Májnak gurítja le, aki lő, de nem találja el jól a labdát. Végül bedobás lett a dologból. Hajnal. Reveland húzta le. Máj. Kint van. Úgy tűnik, hogy a Klubfece csapatából nagyon hiányzik Máriási Zsolt. Valamint Bérer Zoltán. Gerencsér. Molnárt támadta le. Nem is Gerencsér volt, hanem Fodor, elnézést. Fodor. Hajnal. Micsoda lövés. És két kapufát is érintette a labda. Először a jobb. Majd a bal kapufát, és onnan kifelé pattant a játékszer. Óriási bomba volt. Fodor. Elakad a labda Molnár sarkában. Vajda, itt a kontrakció, Kellner a bal szélen, Lukács véd, Vajdához kerül vissza a labda, Vajda levágódik Fodorról, még mindig ott a lehetőség, Bóka középen, és aztán végül felszabadítanak az Old Boys védői. Hát akadnak izgalmak. A 45. percben járunk, Bóka szorult egy kis lelkisegélyre. Megkapta a gyógyító pofonokat Hajnaltól, kis tacslikat, és aztán folytatódott a játék. Bóka!
Milyen gyógyító pofonok voltak ezek, Lukácsnak kellett bizony tornásznia, és a kapufára tolta a labdát, majd onnan szögletre pattant a játékszer. Reveland, Máj, egy távoli lövés mellé, megkapja a társaktól, hogy nem biztos, hogy el kellett volna lőni ezt a labdát, hiszen szorítja az idő a Fecát. Két gól a hátránya, és kevesebb, mint 5 perc van hátra a mérkőzésből. Juhász hajnal húzódott fel. Tuiner. Reveland. Máj. Bóka. Vajda. Tuiner lábáról visszapattant bizony a labda Vajdára. Így kirúgás következik. Lukács. Molnár, messze pattant tőle a labda. Ismét az Old Boys jöhet. Gelencsér fejeltelek oldalra a labdát Fodor elé. Bóka. Kellner. Tuiner fejeli vissza. Reveland. Vajda. Molnár. Vajda érkezik lendületből, de megállítják. Gelencsér, Juhász, Fodor, ez pontatlan. Husz, Tuiner, Juhász, Bóka, Reveland, Molnár, Bóka, Kellner egyből középre, Vajda, Lukács véd ismét. Lehet, hogy nem láttam jól, lehet, hogy a kapufa is az Old Boys segítségére sietett, a másik oldalon pedig Fodor lövése nyomán a labda az oldalhálóban köt ki. Marad a 3-1, Bóka, Kellner. A 48. percben járunk, kevesebb, mint 2,5 perc van hátra a rendes játékidőből. Bóka. Hajnal lépett bele. Husz Károly bedobása. Juhászra pattintotta rá a labdát Kellner. Lukács vetődik, de nem érte el. Ezek szerint mégis belepiszkált, hogyha Molnár dobhatott. 20 próbálkozása pedig elkerüli a kaput. Ismét Lukács László állhat a labda mögé, hogy elvégezze a kirúgást. Ez megtörtént. Molnár. Husz Károly önfeláldozóan mentett volna. Nem jöttek be számításai. Vajda. Egy eladott labda. Gelencsér. Kellner húzta ki a lábát. Szabadrúgás. Az 50. perc kezdődött meg ebben a pillanatban. Hajnal. Tuiner. Most már csak őriznie kell a labdát szinte az Old Boys csapatának, és ott tartani a klub Feca tér felém. Hát most indulhat a Feca. Husz Károly. Vajda középen, hatoson belül. Husz Károly. Szép akció, és micsoda védés. Lukács remekül őrzi az Old Boys kapuját. Ez is látványos megoldás volt, ahogy Vajda visszagurította a labdát Husz Károly elé.
Vajda. Lukács véd ismét, újabb szöglet. Tuiner. Molnár. Husz. Fodorról vágódik le, Molnárhoz kerül vissza a labda, Bóka. Közben már letelt az 50. perc is. Kellner, könnyelmű mozdulat. És vége a mérkőzésnek, az Old Boys meglepetést arat az első fordulóban, hiszen 3-1-re győzi le nagy testvérét, a klubfeca csapatát. A gólszerzők Tuiner, Hajnal, Fodor az Old Boys oldalán, valamint Máj Norbert a klubfeca részéről. Még egyszer a végeredmény, klubfeca Old Boys 1-3. Az első játékhét után az érintettek gyakran magyarázták csapatuk gyengébb teljesítményét az idény elejé formával. Ettől függetlenül már most körvonalazódni látszanak az erőviszonyok. Már is egy újonc bemutatkozásával rajtolt a kispályás bajnokság első osztályának küzdelem sorozata. Az 1B-ben ezüstérmet szerzett Truck Trailer Köfém 2 együttese a piros-fehérben játszó Bretton RT ellen ismerkedett az Elite Liga ritmusával, s úgy tűnt hamar megszokta a légkört, hiszen a Truck már a második percben vezetést szerzett. Az első osztály harmadikja, a Bretton ezután fokozatosan átvette az irányítást, és állva hagyta a kamionosokat. Az első fél időben tulajdonképpen eldőlt a 3 pont sorsa, hiszen a Bretton ekkor már 5-1-re vezetett. A folytatásban felzárkózott a Truck Trailer, de nem veszélyeztette a Bretton RT győzelmét. A végeredmény 6-4 a Bretton javára. Vártátok már a bajnokságot? Hát már nagyon hiányzott, de azért a kis pihenés is jó volt, mert a tavalyi bajnokság elég jó volt, sok kiegyenlített volt a mezőny, sok jó csapat volt. Kíváncsian várjuk az idei évet. Milyen teljesítményre lesz képes idén a Bretton? Hát én nagyon remélem, hogy előnyt kovácsolunk abból, hogy maradt a gárda, sőt még talán erősíteni is tudtunk. A többi csapatnál elég nagy volt a mozgás, én remélem, hogy ebből mi jól fogunk kijönni. Milyen bajnoki rajtra számítottatok az első osztályban? Hát hasonló erős csapatokat látunk, mint ahogy az előző meccs is mutatta. Tulajdonképpen, hogyha a teljes csapattal sikerül kiállni, akkor úgy érzem, hogy más eredményt adott volna mai találkozó. Sérülés is hátráltatta a csapatot ma? Hát úgy érzem, hogy igen. Tehát nem igazából 4 ember volt a pályán sérülés után. Mire számítotok idén, mi lesz? Hát tulajdonképpen a csapat az a bennmaradást tűzte ki célul. Tulajdonképpen, hogyha bennmaradunk az első 8-ban és nem esünk ki, akkor teljesítettük a kihívást, illetve amit kitűztünk célul. A szeptember 2-ai első játéknapon majdnem az összes újonc pályára lépett. A 2002-2003-as kiírásban gyengébben szereplő Bádogos, a korábban Fészeképítők néven futó, az 1B-ben harmadikként záró Jó Rádió 97.1 csapatával találkozott. A Jó Rádió játékosai számára nem ismeretlen az első osztály, szerepeltek már itt korábban. A zöldmezes Bádogos magabiztos játékkal mégis 2 gólos előnyre tett szert 25 perc alatt. A második félidőben magára talált a Jó Rádió, de hiába szorította meg a nyáron megacélosodott Bádogost, az egyenlítést nem tudta kicsikarni. A Bádogos 4-3-ra nyert az első fordulóban. A nyáron nem tudtunk úgy gyakorolni, ez úgy játszani, hogy mindenki ott legyen és próbálgassunk. Új emberek is vannak a csapatban, szerintem mai teljesítmény alapján nem hiszem, hogy probléma lesz. A meccs jó volt, kikaptunk 1 góllal, ez van. Mi a célkitűzés a bajnokságra nézve? Hát Isten igazából a realitás talaján maradva, azt hiszem, hogy a bennmaradás, a biztos bennmaradás, ez a cél. Jóval több helyzetet kidolgoztunk, mint az ellenfél, és egyszerűen nem találtuk meg, meg lelkesen jöttek, mint a újonctól illik, 8-10 csere, teljes lelkesedés, hát majdnem az lett a vége, hogy pontot elhagytak tőlük. Mi lesz idén? Hát remélem előrébb végzünk, mint tavaly. 2-3 új fiú is van, fiatalok, talán segítik a csapatot. A vártnál szorosabb csatát hozott a Dekkebaú és a Maratonsport találkozója. A zöldmezes maraton káprázatos teljesítményt produkált az előző bajnokság tavaszi idényében, s végül a 8. helyen zárt, így számítani lehetett rá, hogy megőrizve a tavalyi lendületet, elgázolja az 1B-ből 4. feljutó Dekkebaú csapatát. A 9. percben az újonc szerzett vezetést büntetőből, nem sokkal később azonban egyenlített a Maraton, de ezután a gólhelyzeteknél többet nem láthattak az érdeklődők. Egészen a 32. percig, amikor az addig kiegyenlített küzdelmet és állást a Maratonsport játékosai a maguk javára billentették, s mint utóbb kiderült, eldöntötték a 3 pont sorsát. A Maraton 2-1-re győzte le ellenfelét. Szerencsére úgy rajtoltunk, mint tavaly, és azt kell, hogy mondjam, teljesen, hogy gyengézünk a 3 pont a lényeg.
Mi a célkitűzés idén? Hát én azt gondolom, még mindig egy előre bemaradás. Én vallom azt, hogy egy ilyen csapatnak a második éve nehezebb, mint az első. Úgyhogy én azt mondom, hogy maradjunk benne biztosan. Aztán, ha tétezzük fel, sikerül, akkor tudunk kapaszkodni felfelé, tehát annak nincs akadálya. Egyelőre benne szeretnék maradni, aztán meglátjuk. Az első mérkőzésből lesz szűrve teljesen más, mint az 1B? Hát, kicsit nagyobb az iram. Különösebben nincs probléma. Az 1B bajnokára, a Fehérvíz csapatára hárult az a teher, hogy megmentse az eddig kudarcot szenvedő újoncok táborának becsületét. Nos, ez a súly nagy hullámokat csapott, hisz a Fehérvíz egy gólos előnyhöz jutott a Fevito ellen, de vezetésüknek ekkor örülhettek utoljára a fehérmezes vizesek. A tavaly egyaránt legtöbb gólt szerző és kapó Fevita gyorsan egyenlített, sőt el is húzott ellenfelétől. A félidőben már 5-1-re vezettek a sárgák. A fordulás után sem változott a játék képe, a Fehérvíz próbálkozott, de ezt nem övezte siker, míg a másik oldalon tovább potyogtak a gólok. A hűtőgyáriak lefagyasztották a vízművet, s 8-2-re nyerték a mérkőzést. Izgalmas volt, nagyon nehezen indult az ellenfél, nagyon sokáig egyenlangú volt. Utána sikerült az akarat, meg el kell ismerni, hogy a rutin és a tapasztalat felülkerekedett. Ezt szigorúan kihasználtunk, maradt is kihelyzetünk, de sikerült az első mérkőzést hoznunk. Hát a következőkben nagyon remélem, hogy el tudunk menetelni tovább. Az edzőmeccsek nem úgy sikerültek, ahogy én terveztem. Nagyon nem tudtunk felpörögni az első meccsen, remélem, hogy a folytatásban jobban fogunk tudni szerepelni. Nagyon lassú volt a csapat, még nagyon gyors az első osztály, szoktunk el. Változott a csapat a nyáron az 1B-s együtteshez képest? Igen, négy emberrel bővültünk, hárman mentek el tőlünk. Ezeknek az embereknek még be kell mindenképpen szokni a csapatba. Nagyon remélem, hogy minél rövid időn belül be fognak szokni a játékba, és akkor tudunk jobban játszani. Mi a célkitűzés idén? Mindenképpen a bennmaradást szeretnénk, ha annál jobb, az már csak habatortán egy bónusz nekünk. Korábban rangadót jelentett a Bombon és a Turullány találkozója, mára azonban egyoldalúvá vált a két csapat csatája. Az ezüstérmes Bombon, ha lehet, tovább erősödött a nyáron, míg a Turul meggyengült, s ezt leginkább a pályán mutatott produkcióval lehetett felmérni. Igaz, a kékmezes Turullány szerzett vezetést, de még ugyanabban a percben egyenlített a Bombon, s ezután már az történt a pályán, amit a fehérmezesek akartak. Az összeszokottság hiányát hangoztató Bombon egységes csapatképét mutatva impozáns gólokkal porlasztotta szét a Turul győzelmi reményeit. A végére nagyon sima diadal született, a Bombon 11-3-ra nyert. Ez egy nehéz rajt volt, pont egy jó csapatot is fogtunk ki, meg új csapat, kell egy kis idő, míg összeállunk. Gyengült az együttes a nyáron? Úgy érzem, igen. Meghatározó játékosok elmentek, illetve munka miatt nem tudnak idén járni. Igazoltunk, majd meglátjuk. Összeszokik a brigád, nem lesz gond. Célkitűzés van? Mondjuk, hogy bennmaradás idén. Aztán majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy ennél jobb bajnoki rajtot el sem lehetett volna képzelni. Hát nem gondoltam volna, két hónapja nem láttuk egymást. A nyáron erősödött a csapat, úgy tűnik. Igen, úgy látszik. Jókat igazoltunk, hál' Istennek. Célkitűzés? Hát bízom benne, a bajnoki cím felé kacsingatunk ismét. Ahogy elnéztem, van ismét nagyon sok jó csapat. Ez a dobogós helyeket minimum meg szeretnénk jelezni. Az első osztály rangidős csapata, a C plusz V idén is fiatalos lendülettel vágott neki a bajnokságnak. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Ellen eleinte a kékmezesek dolgoztak ki több helyzetet, a 19. percben mégis a vasutasok jutottak előnyhöz. A találkozót nagy küzdelem és kemény csata jellemezte, s az erőlködésnek találat lett az eredménye. Érkezett a C plusz V részéről jól bevált, bedobás utáni potfejes, merre szinte senki sem tud készülni, s már az állás is kiegyenlített volt. A végén aztán győzött a fiatalság, a MÁV ismét vezetést szerzett, s egy gólos előnyét tartotta is a lefújásig. A MÁV Gépészet 2-1-re nyert a C plusz V ellen. Első meccs mindig nagyon nehéz, talán egy ilyen ellenfélen, akik elég rutinosak, és hát elég kemények, hogy finoman fogalmazzak. Azt vártam, ami lett végül is, mert beálltunk, visszaálltunk, vagy megbeszéltük. Arra vártunk, hogy ők kitámadjanak, tudjunk kontrázni. Úgy éreztem, hogy állóképességben jobbak vagyunk, illetve talán kicsit erőlétben is, de elég nehéz volt. Tehát ennyire nehézre nem számítottam. Sokan voltak, sokat cserétek. Idényelmi forma volt nekünk, de hál' Isten megnyertük az elényet. Elvárás idénre? Tavalyi bajnokságban
nagyon jól kezdtünk, az első szezon nagyon jó volt, azt hiszem harmadikak voltunk, utána kicsit visszacsúsztunk, most végig egyet is teljesíteni szeretnénk. Elég küzdelmes mérkőzés volt. Nagyon sajnálom, hogy kikaptunk, mert akik itt a lelátóról nézték, egy nagyon jó mérkőzést láthattak. És úgy érzem, egy elcsépelt szóval tudnám mondani, de az igazságosabb lett volna a döntetlen. Hát most nem volt szerencsénk se, úgy érzem, de hál' Isten itt volt mindenki. Egyedül Szabó Józsi sérült, őt műtötték. Szerintem az 5.-6. helyre úgy megint elég lesz a csapat, ha azok a pekkes kapufák, meg helyzetek bejönnek. Nézzük a 2003-2004-es bajnokság első fordulójának eredményeit. Bretton RT, Track Trailer Köfém 2, 6-4. Bádogos, Jó Rádió, 4-3. Beckebau Maratonsport, 1-2. Fejérvíz Fevita, 2-8. Klubfeca Old Boys, 1-3. Bombon Turulány, 11-3. C plusz V MÁV Gépészet, 1-2. Az 1B-ben is útjára indult a labda, Cooper SC Széphő Alba Logisztik 4-2, Opsitos Pici Cselef C 4-5, Más Tészta Placbau 4-2, Duplex 2001 Kft. Selgáz 6-3, Alba Komplett Total Food 2-1, FC Chelsea Ságépítő Prizma 4-2, Korral Poják BT 7-3. Az első osztály mérkőzéseit idén, kedden és csütörtökön rendezik a Videoton Oktatási Központban, kedden 19 óra 30 perctől, míg csütörtökön 18 óra 30 perctől kezdődnek majd a mérkőzések. A második fordulóban, azaz a jövő héten az Old Boys a Bretton RT-vel, a MÁV Gépészet a Klubfecával, a Maratonsport a C plusz V-vel, a Fevita a Dekkebauval, a Jó Rádió a Fejérvízzel, a Track Trailer a Bombonnal, valamint a Turulány a Bádogossal csap majd össze. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!